Winkler Robi a Rádiókonyha vendége, youtuber, újságíró, de hát most elsősorban mint sörrajongó, sörblog író, szerző foglak kérdezgetni. Hello, sziasztok, köszönöm. Hát igazából írni abból keveset írok, abból inkább videózok, de a szerzőség az biztos megállott is. És hát igazából én szoktam kérni a mi sztár vendégeinktől receptet, és gondoltam, hogy akkor tőled kérek sörrel készült ételreceptet, de azt válaszoltad, hogy köszi, de én csak sört főzök magát, és a sörrel főzés ez nem érdekel annyira, de hogy állsz most ezzel a sörfőzéssel? Most palackoztam le a múlt hétvégén a Milk Stoutomat és a Bourbon Stoutomat. Hordóban van még egy angol sörnek, megpróbáltam megcsinálni a replikáját, egy Cornish Tribute nevű sört, ami hát semmi, egy nem nagyon erős angol pélél, és szintén Hordóban érlelem még a Barley Wine-omat, a kettes számút. Lepalackoztam már két hete. A Wheat Wine-omat, ami búzasörből készült Barley Wine, azt már rákóstoltam egyet múlt héten, és ígéretes. Ezek szerint neked van türelmet kivárni ezt a, nem tudom, 30-90 napot, amíg megkóstolod? Ja, igen, persze, hát hogyne, hát épp ez benne a lényeg. Ezért sem hálás dolog YouTube videót csinálni sörfőzésről. Mindig követelik, hogy csináljak még, de hát ugye az egy 6 óra maga a főzés, és akkor utána még egyszer egy-két hét múlva most akkor le kéne videózni azt is, hogy átfejtem. Akkor utána még egy kicsit, akkor még a hidegkomlózás, tehát az egész. Most csináltam egy videót a múltkorra, a 15 csalatatlan módszer, hogy elronsd a sörödet, és hát igazából fél év volt a forgatás, hiszen különböző hónapja jött ki, és még nyáron még pólóban kezdem, hogy na tessék, akkor így és így. De egyébként hogy kell ezt elképzelni, hogy az alapanyagot például hol szerzed be, hogy a gyümölcs az még mindig anyósapós kertjéből származik-e, a garázsban főzöl? Tehát az egészet meséld már el egy kicsit részletesebben, légy szíves. Hát a beszerzés az most már tényleg egyszerű, tehát Budapesten mindenki tudja, hogy hol van az a 2-3 sörfőzőbolt, vidéken is, interneten is, akárhonnan meg lehet rendelni bármit, tehát nagyon sokan rendelnek komlót Amerikából vagy Új-Zélandról, de igazából malátát is bárhol, bár ott ugye az egy érdekes kérdés, hogy az ember hogyan roppantja le a malátát, mert a maláta, ami ugye úgy néz ki, mint egy ilyen búza vagy akármi, csak már egyszer kicsiráztatták és leaszalták, de hogy roppantva kell főzni, tehát nem teljesen ledarálva, és akkor ezre van egy külön készülék, ugye a maláta roppantó, amit házilag is lehet barkácsolni, és akkor egy fúrógéppel átküldöd rajta az egészet. Én idáig még nem jutottam, mert csak ez egy fontos logisztikai lépés, hogyha már van ilyened, attól kezdve vehetsz egy zsák malátát, mert nem romlik meg, mert roppantva már megromlik. Na és akkor oké, értem már, hogy megvannak a lelőhelyek, ahol beszerzed az alapanyagot, de hol főzöl? A garázsban, ahol mondjuk ott bütykölsz egyébként, meg hegeszted a sörnyitókat? Vagy... Nem, a kertben. A laposomiknál eredetileg a mosókonyhában folytattam a tevékenységem. Kitúrva a rendes mosótevékenységet onnan? Igen, de szóval az szörnyű, tehát azóta se tudok elég hálás lenni nekik, hogy nem kergettek el vasvilával a háztól, mert olyan pára, olyan erős malátaszak tud lenni. Az, én is szeretem, de azért mikor elalszol, és még érzed a párnán is azt a malátaszakot, akkor az már annyira nem funny, úgyhogy kertben. De mondjuk Stubna Ágoston, aki megnyerte még az egyik nagy magyar sörgyárnak a házi sörfőző versenyt, és az ő porterét utána piacra is dobták. Ő például konyhában főzte ezt a versenygyőztes sörét, rendesen konyhában. Azt a mindenét. Na de hát nagyon fontos, hogy milyen hőfokon megy végre, hogy ezt hogy tudod előállítani, folyamatosan ott tartani, az nem olyan egyszerű. Mondjuk nekem van egy hűtőszekrényem, ami egy rokon hozott még egy ilyen ipari gép vezérlő egységet, amivel a hűtőmbe tudunk állítani, nem is tudom, 0 és 25 fok között bármit. Igazából azért meg lehet csinálni. Pont az a szépség, hogy ez igazából, ugye senki se képzeli azt szerintem az ilyen házi sörfőzők közül, hogy ő lesz az új helynekem, hanem hogy hát ez egy olcsó és érdekes feltágazó hobbi. Aha, tehát te is ennek tekinted? Én is ennek tekintem. Hogyha azt veszed, hogy mondjuk egy sör lefőzése mennyibe kerül mindenestül, leosztod az órákkal, hogy hány boldog órát töltesz el, és a végén tulajdonképpen, ha azt veszed, hogy ez a sör, ha nem rontottad el teljesen is iható, hogyha mondjuk 250 forintjával számolod fél literét, akkor igazából termel.
Azt mondom, hogy a sörfőzés még talán a futásnál is olcsóbb, de ha futsz és sört főzöl, akkor szerintem egészségedet védett. És egészség per ráköltött pénz arányban nagyon jó vagy. Akkor ezek szerint nálad is maga ez a tapasztalás, ami igazán érdekel, és nincs vele egyéb célod. Tehát nem akarok sörfőzővé alakulni, bár most lesz egy... Az egyik ilyen craft főzde megkeresett, hogy csináljunk egy kollapsört, ugye ezek a kollabok, mikor hogy két sörfőzde összeáll, hogy együtt kitalálnak valami nagyon elvetemült sört, vagy ember és sörfőzde, vagy mit tudom én, és akkor mondtam, hogy hát az azért mégiscsak megtiszteltetés, mert ez egy jó nevű és általam ismert és kedvelt főzde, és akkor tényleg csináltunk egy nagyon elvetemültet, de még készül. De nem akarnék sörfőzde lenni, mert menőnek látszik, mert hűtő jó, egész napot kóstolgatod a söröket, és tényleg ezt is csinálják, egész nap kóstolgatják a söröket, meg hát egy jó munkahely, meg szeretik, meg stb., de azért na, ez nem egy ilyen nagy bitcoin bánya. De most kanyarodjunk még vissza egyébként az egyéb élményeidre. Mi volt neked a legbizarrabb sör élményed? Hát nem is tudom, ilyen nagyon bizarr nem volt. Libanonban például olívaolajjal és balzsamecettel leöntött ilyen julienre vágott sárgarépát hoznak hozzá, az szerintem őrületes találmány. Hát nem is tudom, ugye ittam kvászt Oroszországban, ahol azt esküdtek rá, hogy igen, ez alkoholos, mondtam nekik, hogy képtelenségén, mert már nagyon rá vagyok el, hogy megérzem, ha valami van egy pici alkohol, és megittam 2 litert, meg ki voltam száradva, és nyilván semmi. De hát inkább magyar kisüzemi sörökben, hát most csináltam, éppen van egy ilyen kisüzemi híradó sorozatom, amiben kóstolgatok aktuális 7-5 sörét, na most nem merték ráírni, de gyakorlatilag tök főzelék ízű sör. Ez olyan, mint a Harry Potter félő minden ízű drazsé, vagy az, mi? Igen, én is már a fűzsírízű stoutot várom, igen. Nagyon megcsináltak mindent ezeknek, a nagy része mondjuk iható, mert van egy műfaj, a pastry stout, ami ugye ilyen sütemény ízeket próbálnak sörben megcsinálni, és akkor ott az a feladat, hogy sör jellege legyen, de hogy felismerhető legyen, hogy mondjuk ez egy mázérakásnak volt számba. Madártej, mondjuk a madártej konkrétan azt fekete, tehát az tényleg egy stout lett. Tehát a fekete színű sörnek van erőteljes madártej íze. Szóval, de ezek annyira nem bizarrak, hiszen itt már tudod, mire számít, azt mondjuk ez a kapros góz, ez engem is kicsit megütött, ez a tök főzelék. A színe is olyan volt, hát tökéletesen sikerült. Hát meg az a durva, hogy te gyakorlatilag magaddal emberkísérleteket folytatsz, hogy akár sok éve lejárt sört is megkóstolsz, és erről még videót is készítesz. Igen, jelentem minden aggódónak, hogy túléltük. Ilyen 40-50 évvel palackozott Tuborg meg... Faxe volt, ami állítólag a küldő mondta, hogy ő úgy tűnt, hogy ezt Kubában vásárolták valamikor a 80-as években, és valószínű eredetileg a nagy kincs volt, és nem akarták megbontani, hogy mégis hát a 80-as években azért, hogy hű, hát nem is bontom meg, mert kirakom a szekrényre, hogy ilyen menő vagyok, hogy van nekem egy ilyen Tuborgom, aztán utána meg már nyilván nem merték megkóstolni. Érdekes íze volt. Köszönöm szépen, és minden jót neked! Köszi! Hello, szia!